helybe, vagy kánikula idején inkább a strandra megy a könyvtár. Az Adi Park után például a Tócós kertben, a Holló László sétányon, most pedig egy újabb helyszínen, a Kerekestelepi termálfürdőben bukkant fel a Mélius Juhász Péter könyvtár speciális konténere. A mobil könyvtár szolgáltatásai így már a medencék partján is elérhetőek. Mik az eddigi tapasztalatok? Hogyan fogadták az olvasók ezt az új, kisé szokatlan lehetőséget? Erről lesz szó a következő percekben. Vendégem a stúdióban Vranyec Tünde, a Mélius Juhász Péter könyvtár szolgáltatási igazgató helyettese. Kezi csukkalom. Jó estét kívánok! Csak én gondolom azt, hogy szokatlan helyszín egy strand egy könyvtárnak? Vannak példák. Éppen a kitelepülésünk napján osztotta meg a kollégám az egyik közösségi oldalon egy amerikai mintát, ahol a beachen, a strandon, a homokos tengerparton hosszú-hosszú szabad polcon állnak a könyvek, és a strandolók a könyveket a kis bikiniben válogatják, amit majd elvisznek a napozó ágyra olvasni. De nincs, vannak ugye a Balaton környékén erre minták, itt Debrecenben ez azért új. Nem mondom, hogy országosan ez egy egyedi, de amilyen az egyedi. Tehát a mobil könyvtár általában kis egypolccal, picike kis sátrakkal, ilyenekkel költöznek ki. A mobil könyvtárunk mindenképpen egy eredeti kezdeményezés, újszerű, úgyhogy méltán azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá, és szeretjük is. Hogy jött az ötlet, hogy éppen a Kerekestelepi termálfürdő legyen a helyszín? Ez a meleg ezt hozta, tehát hogy így a fokok, ahogy így futottak felfele, így arra gondoltunk, hogy akkor menjünk hűsülni egy picit, pihenjük ki, a konténer is pihenje ki az eddigi szolgáltatásait. Nyilván amiatt egymásra talált itt két igény, mi is keresjük azokat a helyszíneket, ahol minél több embernek tudjuk kivinni a könyvtári szolgáltatást, egy kicsit azokra a helyekre, ahol nincs ott a könyvtár. És a strand is ugye próbál minél több kínálatot nyújtani a fürdő vendégeknek, tehát én azt gondolom, hogy ez itt egymásra talált ez a két kezdeményezés, és egy nagyon jó partnerre találtunk a Kerekestelepi fürdőben, nagyon sok embert elérünk így, és azt gondolom, hogy a önfeled szórakozáshoz, amikor az ember ugye a vízből egy kicsit kijön, hozzátartozik, hogy valami kis könnyed olvasmánnyal ott úgy napozni, nem csak elbóbiskolva, úgyhogy. Na hát ezt akartam kérdezni. Mi jellemző a kínálatot? Hozzáigazítottuk. Itt akkor egy picit egy zárójelet nyitnék, úgyhogy el szeretném azt mondani, hogy a könyvtárnak az alap gondolata is az volt, hogy mindig azért, nem csak azért mobil, mert a helyét változtatja, hanem mert a formáját is, a kínálatát is mindig hozzáigazodik ahhoz a helyhez, ahol éppen van. Tehát ő tud komoly lenni, mélyebb tartalommal megjelenni, és tud könnyedebb lenni. Úgyhogy a szolgáltatásokat, nem csak az olvasnivalókat, hozzáigazítottuk a strand körülményekhez. Tudjuk, hogy itt ugye sérülni tud az olvasnivaló, ugye mégis egy vizesen kijövünk, úgy fogjuk meg. Úgyhogy igyekeztünk olyan könnyed folyóiratokat kivinni, amit például nem őriz meg a könyvtár, úgyhogy ha sérül, nem probléma, ha olvasónál ott marad, nem probléma. Az olvasmányokat is így igazítottuk, amik olyan könyvek, amik már az állományból kivontak, tehát nem gond az, hogyha valami történik vele. Nyilván örülünk, ha visszahozzák, akkor több emberhez el tud jutni, de erre készültünk. Viszont beiratkozni ugyanúgy ingyenesen lehet, ezt tartjuk magunkat ehhez, hogy a konténerünk, ahol megjelenik, ott ingyenes a beiratkozás, és a teljes hálózatra érvényes a tagság innentől kezdve, tehát lehet jönni azzal az olvasójeggyel utána a könyvtárainkban. Korábbi helyszíneken hogyan fogadták az olvasók, illetve hát most még elég frissek a tapasztalatok, de mi hogy fogadták itt a strandon? A strandon nagyon, nagyon gyorsan, pénteken települtünk ki, szombaton elverte a vihar az első napunkat, biztos emlékeznek rá, hogy úgy átsöpört egy elég nagy vihar, úgyhogy az egész strandot ki kellett üríteni, úgyhogy vasárnap volt az első nap, amikor ott voltunk, és azt kell mondanom, hogy egy kisebb fiókkönyvtár majdnem hetes forgalmát bonyolította le, egy 6 óra alatt gyakorlatilag. Úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon szerették. Jöttek, ugye kézművezni lehet, kivittünk strandjátékokat, labdák vannak, tehát egy picit ott a gyerekeknek is újságok, társasjátékok, lehet játszani, lehet olvasni, lehet egy picit ott megpihenni, beszélgetni. Nagyon sokan jöttek azért, hogy a kolléganővel beszélgessenek, és olvasóink is jöttek, akik például a könyvet is kérdezték, hogy hozhatnak-e vissza ott a strandon. Egyébként úgyhogy ennek... meglepő volt.
Lehet egy olyan hozadéka is, hogy aki mondjuk strandolás közben levesz egy folyóiratot, elolvassa, lehet egy olyan hozadéka is, hogy esetleg 2 hét múlva, 3 hét múlva bekopog a Mélius könyvtárba és kölcsönöz? Természetesen én azt gondolom, hogy ez magától értődő. Lehet, hogy addig nem volt könyvtártag, megismerkedik a lehetőséggel, rájön, hogy ezt ő tovább lehetőséget lát abban, hogy minél több olvasmányhoz jut, és visszatér hozzánk. Mi lesz a következő célpont? Kampuszra. A strandon, települünk. Bocsánat, meddig lesz látható, meddig marad? 18-áig van meghirdetve, de kampusz ugye szerdán indul, úgyhogy addig ott leszünk a kerekestelepen, úgyhogy a szerdai napon, 20-án települünk a kampuszra, ott leszünk a kampuszfesztiválon, és akkor utána megy tovább Szabó Lőrinc Akadémia sarkára, ahol tavaly is voltunk. Mennyiben fog változni a strandos mobilkönyvtár kínálat, mondjuk egy kampusz kínálathoz? Hát ott a korosztályt, ugye a kerekestelepi strandon inkább a gyerekek és egy idősebb korosztály jár, kampuszon kifejezetten a tinédzserekre, fiatal felnőttekre fogunk fókuszálni, zenei témákat fogunk vinni, tehát hozzáigazítjuk a fesztiválnak a jellegéhez. Ez a kezdeményezés honnan jött? Nagyon érdekel, hogy személyes vágya, álma volt ez beteljesíteni, vagy esetleg valami külföldi hatás érte? Ez egy nagyon-nagyon régi dédelgetett álom volt, és valóban olvasmányokban bukkantam rá, tanulmányokban erre a formára, konkrétan a finneknél, úgynevezett kontikat működtetnek. Nem teljesen ugyanezzel a modellel, de a mozgathatóság az keltette fel az én érdeklődésemet. Ugye vannak olyan helyzetek, amikor jó volna egy-egy esemény helyszín mellé könyvtári szolgáltatást biztosítani, viszont nem hosszú távon. Tehát akár egy ilyen középtávon gondolok, egy fél évig, pár hónapig kulturális esemény mellé, de nem csak tájékoztatni abban a témában. Tehát kvázi úgy kell ezt elképzelni, hogy van egy fő esemény, amit bármilyen más intézmény szervez, akár példát is mondhatok, van egy deszkafesztiválunk, és oda települ a könyvtár színházi tartalommal, olyan tartalmakkal, ami megtámogatja ezt az eseményt. Akár egy képzőművészeti kiállítás, de lehet ez egy turisztikai vásár is például. És ott tud a könyvtár olyan háttérinformációt, ami összefügg ezzel az eseménnyel. Akkor én már tudom is, hogy a kampusz után az utazási vásár lesz majd a következő helyszín. Rajnes Tünde, köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen. Eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.